Istennek írott igéjét Jakab levele, harmadik fejezetéből, az első 12 versből hallgassátok meg, kedves testvérek. Testvéreim, ne legyetek sokan tanítók, hiszen tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részünk. Mert sokat vétkeztünk mindnyájan, de ha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember. Meg tudja fékezni az egész testét. Ha a lovak szájába zablát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nekünk, egész testüket irányíthatjuk. Íme a hajókat, bármilyen nagyok és bármilyen erős szelek, hajtják is őket egy egész kis kormányruddal, oda lehet irányítani, ahová a kormányos akarja. Ugyanígy a nyelv is, milyen kicsi testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik. Íme egy parányi tűz, milyen nagy erdőt felgyújthat. A nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. Olyan a nyelv tagjaink között, hogy egész testünket beszennyezi. A lángba borítja egész életünket, miközben maga is lángba borul a gyehenna tüzétől. Mindenfajta vadállat és madár, csúszómászó és tengeri állat megszelídíthető, meg is szelídíti az ember. A nyelvet azonban az emberek közül senki sem tudja megszelídíteni. Fékezhetetlenül gonosz az, telve halálos méreggel. Ezzel áldjuk az Urat és Atyát, és ezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket. Ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Testvéreim, nem kellene ennek így lennie? Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból árasztja-e az édes és a keserű vizet? Avagy teremhet-e, testvéreim, a füge olajbogyót és a szőlő fügét? Sós forrás nem adhat édes vizet. Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet! A napokban elkezdtük olvasni Jakab levelét. Ki ez a Jakab? Jakab, így mondja a Biblia, az Úr testvére. Lehet ezt mindenféleképpen magyarázni, ahogyan mi is testvérek vagyunk egymásnak. Kedves testvéreim, szeretett testvéreim, igen, testvérek lehetünk a hitben, de képzeljük el, olvasom a Márk evangélium a 6. fejezetét, valami különlegeset fogunk hallani. Jézus eltávozott onnan, és aztán eljött a szombat, és tanítani kezdett a zsinagógában, ez Názáretben van. Sokan hallgatták, álmélkodva szóltak, honnan veszi mindezeket? Miféle bölcsesség az, amely neki adatott, és miféle csodák, amelyeket ez megtesz? Nem ez az Ács fia? A Mária fia? Jakabnak, Józsefnek, Júdásnak és Simonnak az édes testvére? Ez a Jakab, akinek a levelét olvastam, aki egyébként a kis-ázsiai, tehát a törökországi gyülekezeteknek írta, az Jézus édes testvére. Egy vérből való. Valamikor nem hitt Jézusnak, hiszen van egy ilyen történet, hogy megjelentek Mária és a testvérek, és haza akarták vinni Jézust, mert hogy bolondságokat beszél. Ebből az állapotból a pünkösd után a lélek segedelmével ez a bizonyos Jakab megtért. És mint az Úr testvére, Jézus édes testvére, így kezdte el lelki gondozni a kis-ázsiai gyülekezeteket. De bennünket is 2000 év távlatából. Mégpedig oly módon, hogy egy olyan bűnünkre, egy olyan problémánkra irányítja a figyelmet, ami fölött elég hamar és elég gyakran úgy átsiklunk, átlendülünk.